szexista megjegyzések sorozata hangzott el tegnap a parlamentben. Egyáltalán nem egyedülálló jelenség, de ritkán kap nyilvánosságot. Szél Bernadett LMP-s képviselő tegnap több témában is kérdezte Lázár Jánost, aki nem érvekkel, hanem szexista megjegyzésekkel válaszolt. Vagy önnek én jutok mindenről az eszébe, vagy pedig sok közös témánk van. A képviselőnök, de jó magam női újságíróként is sokszor tapasztalok hasonló mondatokat, vagy akár gesztusokat. Sokszor nem is feltétlenül tudják a férfi politikusok, hogy amit mondanak, tesznek, az szexizmus. A nők pedig ebbe szocializálódtak, és bár nem egyszer érzik magukat kellemetlenül, azért, mert másként bánnak velük, mint férfi társaikkal, ritkán szólnak érte. Szél Bernadett most megtette, hogy lesz-e eredménye, az már kérdéses. Keleti Andrea összeállítása. A magánéletemben egyelőre nem kívánom sem önt, sem a képviselőasszonyt bevonni. Pedig csak annyit akart megtudni az LMP társelnöke, hogy miért nem nyilvános, kivel, miért és miért ilyen drágán volt a miniszter a londoni luxusszállóban. A következő kérdés már Paksra vonatkozott, és ekkor kezdett személyesebb hangot megütni a miniszter. Vagy önnek én jutok mindenről az eszébe, vagy pedig sok közös témánk van. Remélem, hogy ezt a speciális érdeklődést más minisztertársam is megosztja majd. Látszik a felvételen, hogy Lázár János könnyedebb hangvételű válasza a frakcióban osztatlan és hangos sikert aratott. Többen összenevettek, de a legbeszédesebb mégis Bénai László kormánybiztos arca. Meg mindenki ordított, csak ugye ez a portban nem hallatszik, de hogy ott egy nagy hangzavar volt, és a Lázárt biztatták, hogy ez a jól megkaptad. Tehát ez a fajta életérzés volt ott, hogy na most Szél Bernadett megkapja azt, ami neki jár. Attól, hogy ön szép, abból még nem következik az, hogy okos. Két évvel ezelőtt Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár már megengedett magának és sokak által megengedhetetlennek ítélt hangnemet Szél Bernadettel szemben. Azt a sok butaságot és baromságot, amit ön itt elmondott az elmúlt 5 percben. Akkor kolléganő megpróbálta a miniszterelnököt megkérdezni a szexizmusról, de nem sikerült. Sajnos még nem tudsz törölni a baloldalhoz. Mint ahogyan Orbán Viktornak sem sikerült elszöknie. Ez akárhányszor megtörténik az emberrel, hogy így neki mennek, és ilyen szexista jellegű beszólásokat tesznek, azért az mindig megüti valamennyire az embert, hogy már megint megtörténik. Tegnap Lázár János válasza után az ülést vezető Hiller István parlamenti alelnök rendre utasított mindenkit. Kérem, hogy tisztelettel beszéljenek egymással, ne adjanak okot félreérthető mondatokra. És ez volt az a pont, amikor az LMP társelnöke már reagált. Ez egyáltalán nem volt félreérthető, ez egy kőkemény szexizmus volt Lázár János részéről, amit én a leghatározottabban itt és most minden nőtársam nevében visszautasítok. Az arckifejezések ennél a mondatnál is beszédesek. Ugyanakkor lehet, hogy valóban félreértés történt, mert a szexizmusnak kevés köze van a két nem közötti intim kapcsolathoz, sokkal inkább jelent nemek szerinti hátrányos megkülönböztetést. Nem akartam megbántani vagy felidegesíteni, valószínű félreértette a megjegyzésemet, eszembe sem jutott ilyesmi önnel kapcsolatban. Azért világosan látszik, hogy az a mondata, amit ott elmondott, az leginkább arról szól, hogy Lázár János nem tudja, mi a szexizmus, és ezért nem is értette valószínűleg, hogy az ő viselkedésében mi volt a szexista. Később a miniszter sajtótájékoztatót tartott Paksról, ahol az egyik újságíró megkérdezte őt Szél Bernadettről. A parlamenti vita hevében úgy gondolom, sok minden előfordulhat az emberrel, elnézést kérek tőle, hogyha megbántottam volna. Ma a parlamentben a 199 képviselőből 19 nő, még a 10%-ot sem éri el az arány. Ezzel különben 120-ok vagyunk a világranglistán, ami nők politikai reprezentációját méri. Nehéz megmondani, hol a határ. Megbocsátítanám, nyilatkoznék. Kubatov Gábor például ölelget férfiakat is, és nőket is. De ahogy kolléganőmet Benyó Ritát megöleli az ő beleegyezése nélkül, az akár szexizmus is lehet, mint ahogyan a viccesnek szánt, de sokféleképpen értelmezhető Csányi mondat is. Persze, bárhová nyúlok. Csak feleségem ne lássa egyébként, le lehet adni. Lehet, hogyha nem csak elefántcsontpartot és Gambiát előznénk meg a nők arányával a parlamentben, akkor hamarabb megtanulnák a politikusaink, hogy hol a határ, kicsit leereszkedő haverkodás és szexizmus között. Keleti Andrea, 7.24. A magyar közélet híresen mácsó, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne még tennivaló a régebbi demokráciákban is.
A 2009-es G8 találkozón készült képek alapján legalábbis úgy tűnik, a nyugati nagyhatalmak vezetőitől sem idegen a szexizmus. Silvio Berlusconi olasz ex-kormányfő 2007-ben például a nyílt utcán lopakodott egy munkáját végző rendőrnő mögé, hogy viccesnek szánt közösülést imitáló gesztusokkal szórakoztassa kísérőit. Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly novemberben Angela Merkellel tárgyalt. Álláspontját egy szókimondó viccel világította meg, amely szerint mindegy, mit teszel a nász éjszakán, a végén úgyis lefektetnek. Persze Putyin nem ezeket a szavakat használta. A német kancellár enyhén szólva megdöbbent. Egy libanoni műsorvezető pedig nőnap hétvégén készített interjút egy londoni iszlám jogtudóssal. Amikor a műsorvezető figyelmeztette a megszólalót a műsoridő végességére, a jogász emelt hangon kezdett tiltakozni, majd azt mondta, idézem, kus. A legjobban talán a sejk lepődött meg azon, ami ezután következett. أولاً هذه أنا بأتكلم لكي يفهم ال. أول شيء كيف شيخ محترم مثلك بيقول سكتي لمذيعة معلش كيف بتقول سكتي يعني؟ أنا محترم. خلاص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع فينا نوقف الموضوع. أنا لا يشرفني إن أحضر. فينا نوقف الموضوع لو سمحتوا شباب. لا أنت. لحظة يعني أو بده يكون في احترام متبادل أو بلي الموضوع كله. És akkor még egy mai példa, a nők nem tudnak jól sakkozni, mert nem úgy van összerakva az agyuk. Nigel Short, angol nagymester nyilatkozta ezt, előbb egy újságnak, majd a Sky Hír televíziónak is. Nagy vihart kavart ezzel a megállapítással, ezért utóbb Short rá is kérdezett a Twitteren, ugye nem voltam szexista. Polgár Judit a Facebookon válaszolt Shortnak, valóban más a férfi és a női agy, de eltérő megközelítésekkel és küzdelemmel is elérhetőek ugyanazok az eredmények. Eddig 16-szor játszottak egymással, 5 döntetlen és 3 vereség mellett Polgár Judit 8-szor velte meg Shortot. Vendégem pedig Sáfrány Rita gender szakértet. Úgy látszik, hogy egyáltalán tisztázni kell azt, hogy mi az, hogy szexizmus, mert hogy úgy tűnik, hogy a férfiak nem tudják, de lehet, hogy a nők sem, mi az, hogy szexizmus. A szexizmus az a szex, tehát a szex az a angol kifejezés a biológiai nemre, és az azt jelenti, hogy biológiai nemük alapján különböztetnek meg embereket, és ez esetben ez egy negatív, egy hátrányos diszkriminációt jelöl. Az a mondat, amiket most itt hallottunk, tehát hogyha valaki arra utal egy férfi, hogy akár egy nő azért beszél úgy vele, mert intim kapcsolatot akar, akár viccesen, az? Ez azt hiszem, hogy mindenképpen az, ezt az ember fölismeri, hogyha az érintett csoporthoz tartozik, ez egy nagyon velejéigható megjegyzés tulajdonképpen, aminek nem burkolt célja egyfajta ilyen lekezelés. Ez és hatalomgyakorlási technika? Igen, pontosan. Ez semmiben nem különbözik egy akár egy rasszista megjegyzéstől, ami azt jelenti, hogy valakit a ugyanezett faji hovatartozás alapján különböztetünk meg. A nők ezeket felismerik, vagy egyáltalán tudják kezelni, vagy így szocializálódtunk és elfogadjuk? Igen, azt hiszem, hogy a szocializáció része az, hogy elvárás tőlünk nőktől az, hogy ezt elfogadjuk, és magának a szexizmusnak is vannak sokkal világosabb, egyértelműbb megnyilvánulásai, mint ez a két mostanában történt, egyrészt a parlamenti, másrészt a sakkvilágából vett példa, de vannak ennél sokkal úgynevezett ilyen jóindulatúnak mondott változatai is a szexizmusnak. Ami micsoda? Ami azt jelenti, hogy látszólag ilyen pozitív megjegyzéseket tesznek, mint ahogy a Nigel Short is állítólag az feleségére azt mondta, hogy de hát ő érzelmi, az ő érzelmi intelligenciája magasabb, mint az enyém, és ugyanakkor én vagyok a sakk nagymester. Ez egy látszólag jóindulatú megjegyzés, de a hosszú távon ez is a nők hátrányos helyzetét próbálja megerősíteni. Európa jobb részein már jobban kezelik ezt, vagy ott jobban tudják, hogy mi ez? Igen, van egyfajta tudatosság, és azt hiszem, hogy Magyarországon is ez nő, de erre utalt a Nigel Short is, hogy ugye nem voltam szexista, hogy ez benne van a köztudatban. Sáfrány Rita, köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm szépen.